Magyarország mezőgazdasági ország. És ráadásul a magyar mezőgazdaság egyre jobban teljesít. Néhány makrogazdasági adattal ezt hagytam hosszam alá. Ami a gazdasági növekedést illeti, ugyanis már Magyarország, hál' Istennek, meg talán még másnak is újra növekedési pályán van. 2014-ben 3,6%-os volt Magyarországon a gazdasági növekedés, ami pedig a mezőgazdaságot illeti 2014-ben 12,6%-os volt az ágazat növekedése. Ez azt jelentette, hogy ha figyelembe vesszük az ágazat részarányát a nemzetgazdaságon belül, hogy a 3,6%-os nemzetgazdasági növekedésből 0,6%-ot a mezőgazdaság, tehát a nemzetgazdaság asztalára. Rekordokat döntöttünk a tavalyi évben, ilyen volt például a kibocsátás, a makrogazdasági mutató, minden idők legmagasabb kibocsátását 2410 milliárd forintot értünk el. Ez a 13 évihez képest 4,2%-os, a 2010 évi mezőgazdasági kibocsátáshoz képest pedig 42%-os növekedést jelent. Még egy makrogazdasági számmal szeretném terelni önöket, az agrárkörkereskedelmi számokkal. Most már harmadik éve 8 milliárd eurót meghaladó, vagy azt megközelítő export bevétele van az ágazatnak, és ami ennél is fontosabb, hogy ebből mintegy 3,5 milliárd euró aktívuma van az ágazatnak, ami egyébként a nemzetgazdasági tőke aktívumának mintegy 50%-át teszi ki, tehát ez is rendkívül fontos és bizakodásra okot adó szám. Köszönet illet ezért a munkáért mindenkit, aki a mezőgazdaságban és vagy a mezőgazdaságért dolgozik. Így a baromfi ágazat szereplőinek is köszönet jár, hiszen abban, hogy ilyen számokat, ilyen mutatókat elértünk, abban az ő munkájuk is vastagon benne van. A mezőgazdasági kibocsátáson belül az ágazat mintegy 13%-ot ér el. Egy exportorientált ágazatról van szó. Az egyfőre vetített baromfi export a harmadik legmagasabb az Európai Unióban. Ez utolsó adataim szerint 21 kg, csak Hollandia és Belgium előzi meg e tekintetben Magyarországot. Mintegy 60 ezer embert foglalkoztat az ágazat, ugye foglalkoztatás növelése kiemelt célja a kormányzatnak. Szintén mintaértékű, hogy az integráció foka talán a legmagasabb a mezőgazdasági ágazatok közül, sok más ágazat példát lehetne erről. És hát nem utolsó sorban az ágazat 100%-ban vagy közel 100%-ban magyar tulajdonban van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A közös agrárpolitika, amelynek az uniós tagság óta Magyarország is részese, igen, mostanában a baromfi sertés ágazattal is, úgynevezett laza piacszabályozású ágazatról van szó, ami azt jelenti többek között, hogy uniós közvetlen támogatásban nem részesülhet az ágazat, ebből következik, hogy a hazai költségvetésből tudjuk az ágazatot támogatni. Nézzük ezeket a támogatásokat, hogy mit értünk el az utóbbi években. Ugye Brüsszel azt is meghatározza, hogy a saját pénzünket, a saját költségvetési forrásainkat milyen jogcímen fizethetjük ki egyáltalán. Ugye az állatjóléti támogatásokra gondolok, ez az a jogcím elsősorban, ami szóba jött, hogyha a baromfi ágazatot akarjuk, illetve szeretnénk támogatni. A baromfi állatjóléti támogatás összege 2010-ben még 4 milliárd forint volt. 2012-ben, amikor az a rendkívüli aszályos év volt, ugye a saját nemzeti hatáskörben 20%-kal elterjedtük, és meg is léptük ezt 4,8 milliárd forintra emeltük a baromfi állatjóléti támogatást. 2014-ben már 8 milliárdos keretösszegről beszéltünk, amit még abban az évben 1 milliárddal megnöveltünk, illetve az orosz embargóra való tekintettel 9,5 milliárd forintra emeltünk. És ugye a kormány elfogadta a több mint a mezőgazdaságban programot, amelynek keretében
színeket, az is szintén mondom, jó hír, 2018 végéig engedélyeztetjük Brüsszellel, tehát jóvá hagyottuk. Szintén fontos dolog, hogy most már néhány éve az első háromnegyed évi állatvédelmi támogatásokat a tárgyévben fizetjük ki, és a negyedik negyed év az, ami átcsúszik a következő évben. Többen is megkérdezték tőlem, mi a helyzet a mostani negyedik negyed éves, tehát a tavalyi negyedik negyed éves állatvédelmi támogatással. Ugye egy keretfelosztás, újrafelosztás történt, mondta a baromfi terméktanács kérésére, és ennek az a szépség hibája, hogy újra kell kezdeni a különböző jogi egyeztetéseket. Azt tudom mondani, hogy ezek a jogi egyeztetések most már a végéhez közelednek, és várhatóan ez a közeljövőben jóváhagyásra kerül, és itt vannak az MVH-s kollégák is, amikor ez az utolsó aláírás is felkerül erre a jogszabályra, akkor az MVH három munkanapon belül a 90%-át ki fogja fizetni ennek a bizonyos negyedik negyedévi baromfi állatvédelmi támogatásnak. Óvatosan mondom, mert levelhetik rajta május végéig, reményem szerint ezt a fizetésre fog kerülni. További jogcím, ami szóba jött ráhozott támogatásánál, az egyes állatbetegségek kezelése. 2010-ben még 4,5 milliárdos keret állt országosan rendelkezésre, ebből a baromfi ágazat 1,5 milliárd forintot kapott. 2014-re ez a keret már 7,5 milliárdra került beállításra, ebből a baromfi ágazat 2 milliárd forintra részesedik. És az idei költségvetésben pedig 8,5 milliárdos összegről beszélünk, amikor az állatbetegségek megelőzési jogcímről beszélünk, és ebből a baromfi ágazat 2,5 milliárd forintos összeggel részesedik. És a harmadik olyan jogcím, ami Brüsszel engedélyez, az az állati hullám ártalmatlanítása jogcím. Itt külön a baromfi ágazat első részt nem tudom mondani, de összességében itt is. A 2010-es 1 milliárd forint az idei évre 3,6 milliárd forintra emelkedett. Tehát ezeket a jogcímeket, ezeket az összegeket 100%-ban a nemzeti költségvetésünkből kell, illetve tudjuk finanszírozni. Ezt szeretném mondani önöknek, hogy a baromfi terméktanács javaslatára a minisztériumunk új támogatási programot jelentett be 2015-től a bizottság felé. Az étkezési tojás termelő tyúkállományok, valamint a tyúk, liba, kacsa és pulyka tenyészállományok állatjóléti támogatására, ugye itt is állatjóléti támogatásról van szó. Ennek az összege várhatóan 1,3 milliárd forint lesz majd. Várjuk a bizottság jóváhagyását e tekintetben, és ha jóváhagyás jön, akkor utána keressük a forrásait majd a költségvetésben ennek a jogcímnek. Szintén szeretném tájékoztatni önöket, hogy folyamatban van a rendelet készítése, és várhatóan ez is május folyamán megjelenik. Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az elemi való védekezésre nyújtott támogatási jogcímre. Ez egy társfinanszírozott jogcím. A 75%-a ennek a jogcímnek uniós NGÁS forrásból került finanszírozásra, és a 25% lesz majd a hazai költségvetésből finanszírozott támogatás. Támogatható tevékenység lesz a mintavétel, bakteriológiai vizsgálatok, fertőtlenítés, hatékonysági vizsgálatok, állományok felszámolása után igényelhetők állányít és vakcinázás. Tehát hamarosan ez a rendszer megjelenik. Itt 3,6 millió eurós forrásról van szó, tehát durván egy 1,1 milliárd forintos összegről beszélünk. Ugye ezek a közvetlen támogatások voltak, amiről eddig beszéltem. Meg kell említenem, mert ugye ez most már a miniszterelnökséghez tartozik, a második pilléres vidékfejlesztési támogatásokat is. Ugye itt folyamatban van a vidékfejlesztési program aláírása, reméljük, hogy ez legkésőbb június folyamán elfogadásra kerül Brüsszel által, és természetesen a vidékfejlesztési forrásoknál is számíthatnak az állattenyésztők, vagy a baromfi ágazat szereplői, hogy hasonló jogcímek lesznek majd, mint eddig voltak, például az állattenyésztés korszerűsítési jogcím. És hát mondtam, hogy értem én a humor, természetesen az áfa témára is ki szeretnék térni. Sokan beszéltek, és nem is akárkik az utóbbi napokban erről a témáról, miniszter úr, Lázár miniszter úr, Varga miniszter úr természetesen. Én ma
magamon a döntés után vártam már a Csorbai Attila telefonját, ami meg is jött nagyon rendszerűen, időben beszéltem erről a témáról, nem tudtam persze, hogy miről lesz szó. Annyit szeretnék elmondani, hogy a kormány adófilozófiája az azt jelenti, abba az irányba megyünk deklaráltan és tudatosan, hogy az élő munkaterhelyét szeretnénk elsősorban csökkenteni foglalkoztatási szempontok miatt, és a forgalmi fogyasztási típusú adók jelentik az adóbevételeknek a derékadát. Ezzel lehet vitatkozni, hogy ez jó politika vagy nem jó adópolitika, de ettől még ez az adópolitikája a kormánynak. Én úgy gondolom, hogy lépésről lépésre haladunk a tekintetben, hogy az alapvető rendszerek áfáját csökkenteni tudjuk, mégpedig csak olyan csökkentésnek van értelme, ami radikális, mert 1-2%-os csökkentés az nem jelenne meg a fogyasztóknál. Ugye az első lépésünk az volt, hogy 14 január 1-én bevezettük az élő és a hasított késertésre ezt a 5%-os áfát, majd utána egy évvel a kérődzőkre is, tehát a várat szarvasmarha lyukecskére is. Ugye itt nagyon fontos dolog költségvetési szempontból, hogy köztes termékekről van szó, tehát ez a fogyasztót igazából nem érintette. A pozitív várakozásaim beigazolódtak, és ez adott a döntést annak a döntésnek, ami kormányzati szinten már elfogadásra került, és hamarosan a parlament elé kerül a 16 évi költségvetési és a 16 évi adó jogszabályok alapján, hogy ugye a serpés tőkehús áfáját 5%-ra, tehát 22% ponttal csökkentettük. Erre a magyar gazdaság növekedésében a jövő évi költségvetési hiány szempontok lehetőséget adnak. Természetesen jogosan vetődik föl más ágazatok, ugye a baromfi ágazat részéről is az a kérés, hogy az a kívánság, hogy utána egymás helyettesítő termékekről van szó. Kívánatos lenne ebben az ágazatban is egy ilyen döntést hozni, de lépésről lépésre tudunk haladni a költségvetés, a mindenkori költségvetés lehetőírás érdekében, és kérdés még, többfajta szakélemény van, hogy ez a 22%-os pontos csökkentés, ez hogyan és meddig és mikor fog megjelenni majd a serpés tőkehús fogyasztói árának a csökkentésével. Én idézni szeretnék, hogy még életlenül se tévedjek, szeretném miniszterelnök úr két héttel ezelőtt rádió interjúját szó szerint idézni, hogy mire lehet számítani, akár a baromfi ágazatban, akár más alapvető élelmiszer tekintetében árkezsékedés kapcsán. A baromfi ágazat vezetőjének a nyilatkozatát láttam, hallottam, hallom a hangjukat, értem az érveiket. Igazuk is van. Azt gondolom, hogy igazuk van. De egyszerre két dolgot nem tudunk meglépni. Azért el kell döntenünk, hogy mivel kezdünk. A következő évben kerülhet sor a baromfi húsra, de az idén meg kell próbálkozni először a serpés tőkehús dolgával, és utána következhet a baromfi. A szándék megvan bennünk. A következő évben, ha van gazdasági növekedés, akkor jöhet a baromfi hús. Tehát mindenféleképpen én a türelmüket szeretném kérni a tekintetben, hogy várjuk meg a serpés tapasztalatokat, hogy valóban beigazolódnak azok a várakozások, ami miatt ezt a döntést meghoztuk. Ugye a parlament még nem fogadta el, tehát még a parlamenti döntést is azért meg kéne várni, illetve hát ugye ez 16 január 1-től lép életbe. Én úgy gondolom, hogy az előjelek nem kedvezőtlenek, hiszen például nemrégében Brüsszel is átértékelte a fél évvel ezelőtti magyar gazdasági növekedésre vonatkozó várakozásait. Most már az idei évre 2,6%-os növekedés, a jövő évre pedig 2,2%-os növekedés vár, ami a 0,6%-ponttal magasabb, mint a fél évvel. Hát ez a jó előjel arra, hogy a gazdaság fejlődik és növekszik, hogy a mozgástér a költségvetésnek nőni fog, és hogyha a serpés tapasztalatok is kedvezőek lesznek, akkor jöhet a többi ágazat is, így a baromfi ágazat is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogy említettem az első mondataimban, ma a baromfi terméktanácsnak tisztújító ködögyűlése is lesz. Én azt szeretném elmondani, hogy a minisztériumnak személy szerint nekem is kiváló kapcsolatom volt a
csirkecokba jöttem,